Ezért szeretettel köszöntök mindenkit a Kisnáról Magyar Játék Társaság, valamint a Miskolci Kulturális Központ Adi Művelődési Háza nevében. A 14-15. századi Hírus Gyuri Váról készült makett ünnepélyes átadásán itt a Miskolci Kulturális Központ Adi Endre Művelődési Házának galériáján. A makettet Cegléti Ilona rekonstrukciós terve alapján készítette Markó Krisztina iparművész, amire talán egy arányik a 120-hoz. És most pedig tisztelettel felkérem Fábri Zoltán Lass és Gyula Díjas faművést, a Magyar Kézművességért Alapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy a szavazási beszédét tartsa meg. És csak a mondatot kívánok, hölgyeim és uraim! Elsősorban szeretném megtiszteltem megköszönni Markó Krisztinának, hogy erre a feladatra föltért. Az élet küzdelmeinek jótékony balzsama a szépen való gyönyörködés. Hálás lehet az az ember, akit megáldott el lehetőséggel az út, hogy meglássa, átérezze a szépséget. Még inkább hálás lehet, ha az alkotó örömébe részesülhet, és ezt a lelki gyönyörűséget és örömet átadhatja embertársainak. Ezt rólunk is a vallomásaiban. Markó Krisztina az egyetem elvégzése után, amit az Ibn Miklós Egyetemen, Műszaki Egyetemen végzett, kapott egy építészmérnöki diplomát. Ezt az építészmérnöki diplomát 8 évig használta, mint tervező mérnök, ezekben úgy döntött, hogy saját lábra áll, és itt a műszaki tevékenységbe kezdett, és ennek az volt a következménye, hogy ilyen csodákat hozott többek között létre, mint az a Diós Győri Vár makett, ami nem az egyetlen makett, amit elkészített, hiszen többek között a Gyulisics várat is, a Kalizsai Palánk várat is, és a Nagyvásányi Kinizsigét várat is már megépítette. Ezeket a várakat is a megfelelő szakudással felgértezett olyan mesterektől és történészektől vett adatok alapján készített el, mint hogy az imént említették, és ennek köszönhető az, hogy a Magyarországon egyik legszebb, legimpozánsabb vár rekonstrukció látható itt, hiszen négy toronnyal, az Európa egyik legnagyobb lovagtermével, kápolnával megépített várról van szó, ami a itáliai és francai várépítészetnek a hagyományait is tükrözi. Nagy Lajos király volt az, aki ezt a várat használta, mégpedig ilyen nagy szeretettel, hiszen ez a vár pont a Krakó-Buda útvonalon helyezkedett el, és itt mulatt az idő varázszattal és minden más egyéb tevékenységgel, és a politikai jelentősége is itt volt, hiszen a Turini békének a megkötését, illetve annak a papírait is ebben a várban írták alá. Tehát gyakorlatilag a vár egy igen komoly életet élt, és a király halála után pedig jó néhány királynőnk volt az, aki a várat magáinak mondhatta. Csak ezek között volt Aragóniai Beatrix-tól kezdve Czandelei Anna, majd az utolsó alkalommal Habsburg Mária, aki 1522-től 526-ig, mint jegyajándék a királynő jegyruhája, így szerepel az ő történetében. Alapvetően még annyit kell tudni Markó Krisztináról, hogy több olyan társaságnak is tagja, és több olyan sikert is elmondhat magáénak, amelyik a munkásságát jellemzi. Tehát tagja a játékcégnek, a Keszkölyök játékcégnek, tagja a Magyar Kisáron játéktársaságnak, és ha jól tudom, akkor még egy olyan társaság, amelynek jeles tagja, és pedig a Kecskeméti Játék Társaságnak is. Az a helyzet, hogy számtalan nemzetközi és hazai kiállításon képviselte országunkat, többek között Jeruzsálemben is, és többek között Angliában is képviselte a magyar játék készítést. Ezt részben a Magyar Játék Cégnek, illetve a Kisáron Játék Társaságnak köszönheti, részben pedig a különböző egyéb rendezvényekre való meghívásnak köszönhetően tudta eredményesen képviselni. Több díjat mondhat magáénak, többek között a Nemzeti Kulturális Örökségünk Minisztériumon korábban
úgy hívták őket. Annak is a külön díját, és még egy sereg más olyan díjat is, amelyik fényezik a munkásságát. És annak köszönhető, hogy ez a vár makett most itt látható és itt maradhat, hogy a Magyar Művészeti Akadémia kív pályázatát elnyerve egy méltó helyet találtak ennek a várnak. Úgyhogy én örömmel veszem tudomásul, hogy azért észreveszik azt, hogyha valami szép, örülni tudnak neki, és az a megtisztelő feladat Markó Krisztinától, hogy ebben az alkotás örökében tőlük is részesítette, hogy elmondhatják, hogy itt Diósgyőn nem lesz a Diósgyőn vártól, a várnak a makettét itt részhetik. Köszönöm szépen! Megköszönöm elnök úrnak ezeket az érdekes mondatokat. És most következett volna dr. Györgyi Erzsébet, a Kis Álló Magyar Játék Társaság elnökének beszéde. Ő sajnos nem tud érteni, viszont elküldte maga helyett egyik taktársát, dr. Fuchs Józsefet, aki tolmácsolja az elnök asszony szavait. Tehát felolvasom ezt a beszédet, illetve annak a rövidített változatát, amit az Erzsike, aki egyébként elég nagy szerepet vállalt ennek a maketnek az elhelyezésében, a következő. A Kisálló Magyar Játéktársaság nevében örömmel és tisztelettel köszöntöm a mai alkalmat, amikor Markó Krisztina, megbecsült régi társasági tagunk egy kiváló műve eljutott, eltalált arra a helyre, ahol méltóképpen szerepelhet és töltheti be hivatását. Közművelődési intézményben Miskolc Diósgyőr városrészében mondhatnánk az ősi város tövében. Vagyis azoknak az embereknek a körében, akik számára ez a vár egyáltalán nem ismeretlen és távoli, hanem szinte minden nap élni. Markó Krisztina nem ennek az egyetlen várnak készített el a kicsintett mását, mint ahogy az előbb hallottuk, hanem néhány továbbinak is. Ez a bizonyos kanizsai palánkvár, ami Nagykanizsán a könyvtár aulájában van, a nagyvázsonyi Kilizsi vár Veszprémben egy bankban, és a Kőszegi Juricsics vár, ami reményeink szerint szintén otthonra talál. Mindezek a bemutatások helyén elősegítik a helyi hagyományőrzést, a hősi időkre való visszaemlékezést, amikor a várak jelentették a biztonságot és reményt, kitartó küzdelmet a török hódítókkal szemben. Valamennyi vármaket a régészeti feltalások nyomán elhivatott szakemberek által készített rekonstrukciós terv alapján készült. Az itteni Diósgyőri Szeglédi Ilona régész szakértői munkáját dicséri. Egyébként sokan fáradoztak azon, hogy ez a mai szép alkalom megvalósuljon. Az alkotón és dr. Fuchs Józsefen az én lennék, kívül Dávid Szabolcs grafikus, Kovács Géza kollégám munkájaként remekbe készült a maga a posztamens, a prospektus, a meghívó. Köszönetüket fejezzük ki dr. Viga Gyula és Viszocki Ilona néprajzkutatóknak, akik kérésünkre a helyi művelődési vezetés figyelmébe ajánlott a lehetőséget, és a Miskolc Kulturális Központi Ügyvezető Asszonyának, Novák Irén igazgató asszonynak. Nagy köszönet a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy a teljes akcióhoz támogatást biztosított, társaságunk számára tisztesség, hogy a folyamat lebonyolítására felkérést kaptunk. Örömmel teljesítjük, mint ahogyan szívesen képviseltetjük magunkat az ünnepélyes alkalmon, amikor a Diósgyőri vár fénykorában egy állapotát ábrázoló makettet átveszi Halászné Rőti Anita. Közművelődési szakmai vezető asszony.
Kívánjuk, ez a szép alkotás töltse itt be küldetését, nyújtson élmény, tanítson, gyönyörködtessen, inspiráljon, emlékeztessen az elmúlt nagy időkre, a vár birtokosaira és lakóira, és biztasson a jövőbe tekintő alkotásra. Tekintsék még meg minél többen Markó Krisztina iparművész alkotását, fejtse ki hatását, emlékeztessen, tanítson, legyenek büszkék rá, teljes örömök legyen benne. Ezt írt a dr. Györgyi Erzsébet, és tulajdonképpen szeretettel átadom magát a makettet a közösségnek. Köszönjük, a Miskolci Kulturális Központ vezetősége és dolgozói nevében is szeretnék köszönetet mondani Markó Krisztinának és a játéktársaságnak is, ezért a csodálatos mokettért. Ugye a Józsi-Győri várat a Miskolci Kulturális Központ üzemelteti, úgyhogy a legjobb helyre került így a mokett. Ez az Adjánszó művelődési házunk van a legközelebb a Diósgyőri várhoz, úgyhogy itt nap mint nap rengeteg gyermek és felnőtt is megfordul, úgyhogy nagyon sokan fogják megcsodálni. Köszönjük szépen! Én is megköszönöm minden a távolban elnök asszonynak ezeket a nagyszerű szavakat, illetve dr. Fuchs Józsefnek, hogy tolmácsolta azokat. Köszönjük Halászné Hőkerdának is, hogy átvett és hogy szólt néhány szót a makettről. És ez a makett egyébként mostantól kezdve, amikor nyitva van az Adi Művelődési Ház, akkor itt nyitva tartási időben bármikor megtekinthető lesz majd. Ez volt, hölgyeim és uraim, a makett átadó ünnepségünk. És most pedig folytatjuk egy nagyszerű kiállítás megnyitóval. Kérlek szépen Dani, hogy sétálj ide előre. Nagyon szeretettel köszöntünk mindenkit, Szudasenko Dániel és a Székely Himnusszal kezdenénk a mai kiállítást megnyitva. Ki tudja, merre visz a fékzet, göröngyös úton sötét éjjelen, vezesd még egyszer győzelemre. Azon szól a Akas Mánc címe. Szól a Akas Mánc, majd meleg virrad már.
de micsoda madár, ej, de micsoda madár, sárga lába, szöld a szárnya, engem oda vár, vár, madár, vár, hát csak mindig vár. Tied leszek már, ha az Isten néked rendelt, tied, no de tied leszek már. Nagy nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Szűcs Mara, Névódias fotós, Magyar a Magyar Rész című kiállításának a mai megnyitóját, itt az Adi Művelődési Házban. A tál az anyagát a Borsodi Vitézek Baráti Társasága válogatta. Azért Szolasenko Dániel előadásában a Székely Himnuszt és a Szélkakas, Szál a Kakas Már című népdalt, Szól a Kakas Már című népdalt hallhattuk. És most pedig nagy szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent a Badány Lajos önkormányzati képviselő urat, akinek most tisztelettel átadom a szót, arra kérem őt, hogy nyissa meg ezt a mai kiállítást. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és először is szeretném megköszönni a kiállítás szervezőinek, a Borsodi Vitézek Baráti Körének azt a munkát, amivel lehetővé tették a miskolci közönség számára, hogy a filmonnal kapcsolatos eseményeket, azokat a helyszíneket ezen fotókiállítás képgaléria keretében is megismerhessék. És egyben szeretném megköszönni azt a lehetőséget is, hogy ez alkalommal elkértek a kiállítás megnyitására, és arra, hogy pár gondolatot hozzak meg önökkel filmonnal kapcsolatban. A trianoni békediktátum közvetlen történelmi előzményei mindannyiunk számára ismertek. Idegen hatalmi érdekek mentén belekényszerítettek minket egy vesztes háborúba, majd fő bűnösként bélyegezve bennünket, gyakorlatilag kivégezték nemzetünket, mind demográfiai, mind pedig gazdasági értelemben. És ebben az alkalommal értelemszerűen mindannyian elsősorban magyar nemzettestvéreink szenvedésére gondolunk, de kötelességünk felhívni a világ közvéleményének figyelmét arra a döbbenetes felismerésre, hogy a Trianonban alkalmazott gyakorlat meghatározó lépés volt az európai keresztény kultúra megsemmisülése felé vezető úton. És mire is alapozom ezen véleményemet? Hát vizsgáljuk meg, hogy kinek az érdekét szolgálhatta. Hát a Kárpát-medence megnyomorított népeinek érdekét bizonyosan nem, hiszen általa szétverték azt a tökéletes gazdasági földrajzi egységet, amely a kor fejlődési ütemét tekintve Magyarországot Európa vezető nagyhatalmai közé emelhette volna. Elhintve az ellenségeskedés méteit népeink között, meggátolva ezzel a fejlődéshez szükséges összefogás lehetőségét. Viszont ha jót nem hozott, akkor mi lehetett a célja? Kedves érdeklődők, ki kell mondanunk az igazságot, Trianon egyetlen célja a pusztítás volt, Európa legnagyobb gazdasági, kulturális potenciáljának a szétverése, és a helyén egymással is marakodó, önmagukban életképtelen bábállamok létrehozása, amelyek majd nem képesek ellenállni a gazdasági befolyásnak. Viszont most így 100 év távlatából megállapíthatjuk, hogy Trianonnak mindenki vesztesévé vált, győzők és legyőzöttek egyaránt. Hiszen ha megnézzük a Trianonban úgymond megjutalmazott délvidéki szerbek vagy erdélyi románok sem tűnnek túlságosan gazdagnak vagy boldognak napjainkban, és a békediktátumot ránk erőltető nagyhatalmaknak sem sikerült kiterjeszteni gazdasági politikai befolyásokat a térségre. Hiszen Anglia és Franciaország ma már csak árnyékai egykorú önmaguknak, és így a 21. századi elején ki kell mondani, most már pusztán a nemzeti megmaradásuk is kétségessé vált. Mint egy szomorú és egyben döbbenetes beteljesüléseként Apponyi Albert gróf egykori jóslatának, amit a trianoni békefeltételek ismertetésekkel mondott. Ez így hangzott.
Örökmeit megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz mindazon államok, országok temetésén, akik mait Magyarország sírját megásták. Igen, kedves érdeklődők, Magyarország sírját Dillamonban megásták, megfosztották természeti erőforrásaitól, szétszakították szerves gazdasági egységét, az idegen megszálló csapatok gyakorlatilag kirabolták az egész országot, háborús rovátétel megfizetésére kötelezték, százezrek vártak nincs teremni hajléktalannál földön futóvá, és az elcsapolt területen rekedt magyarság pedig brutális elnyomásnak lett kitéve. Ezt a népet viszont lélekben nem sikerült megtörni. Nem sikerült, mert hittek Magyarország feltámadásában, és másfél évtizeddel a trianoni borzalom után a megmaradt Magyarország olyan elképesztő gazdasági és kulturális fejlődést produkált, hogy a pengő Európa egyik legerősebb fizetőeszközévé vált. Az trianoni gyakorlat ezt az összefogást és lelki sorsközösséget volt hivatott szétverni, hiszen viszályt és ellentétet szított népeink között, hiszen az utódállamok vezetői ugye tudatában a határok megállapításán elkövetett durva igazságtalanságoknak, mint egy ős ellenségként állították be a magyarokat, gyűlöletet és rettegést ültek fel a szívekben. És ez az uszító politika vezetett el a II. Világháborút követő délvidéki, erdélyi vagy pozsony-ligetfalui mészárlásokhoz, ahol ártatlan magyarok tízezrei estek áldozatul a felhetszel szerbek, románok vagy csehek népírtásainak, és gondolom, hogy ezekről az eseményekről, helyszínekről ez a fotókiállítás is beszámol. És ez a történelem hamisítás is magában foglaló hangulatkeltés sajnos még napjainkban is zajlik, alapvetően gátolva meg a népeink fejlődéséhez szükséges normális és emberi kapcsolatok kialakítását. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elsődleges feladatunk az, hogy felemeljük szavunkat a határokon túl szakadt nemzettestvéreink jogaiért, de ezen felül mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy felnyissuk az utódállamokban élő népek szemét, hogy belássák azt, hogy a magyarság elleni uszítás kizárólag egy szűk politikai, gazdasági célokat maguk elé kitűző érdekcsoportoknak az elképzelései szolgálják. Hiszen napjainkban még hangsúlyosabbá válik a nemzetek partnerségen való összefogásának fontossága. Most, amikor nyugat-európai államai gyakorlatilag elvesztették identitásukat, káosz és a nihilizmus uralkodik el rajtuk. Megállapítható azt, hogy Nyugat-Európában a bevándorló idegenek agressziónál köszönhetően ez a földrész gyakorlatilag már elveszti nemzeti és keresztény jellegét. És ebben a súlyos történelmi helyzetben én Magyarország jövőjét egy közös történelmi és kulturális hagyományokon alapuló, a Balti-tengertől az Adria-tengerig terjedő lengyel, szlovák, magyar, horvát államszövetségben látom, amely természetszerűleg magában foglalja az egységes Kárpát-medencét is. Hiszen csak ez az államszövetség lesz képes olyan gazdasági potenciált felmutatni, amely megőrzi népeink keresztény nemzeti jellegét, és geopolitikai helyzeténél fogva is megkerülhetetlen tényezővé válik Európában. Hát ennyit szerettem volna trianon kapcsán elmondani önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és egyben tartalmas időtöltést kívánok önöknek a kiállítás megtervezésére. Köszönöm. Köszönöm képviselő úrnak ezeket az igazán elgondolkodható és tényfeltáró gondolatokat, mondatokat. Most pedig tisztelettel felkérem a vitéz Szabó Istvánt, a Borsodi Vitézek Baráti Társaságnak törzskapitányát, hogy ossza meg velünk a gondolatait. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a kiállításunkra, egyben ugye a Biózsőri Várhatnak a átadására. Én azzal szeretném kezdeni, hogy nem 1920. június 4-én kezdődött Trianon. Ha visszaemlékszünk rá, amit tanultunk, hogy a török időben ugye három részre szakadt az ország.
ország. Kiharcolt a török ellen, a muzulmánok ellen, a magyar. Nem segített nekünk nyugat, soha semmibe. Hiába ígérte a pápa, hogy keresztes hadakat nem küldtek. Akkor gondolták meg magukat, amikor Szulajmán Bécset ostromolta. És akkor meg voltak ám ijedve, hogy egy következő támadás alkalmával összeszedi magát a Törökország, és akkor letiparja őket. Elláttam ugye a magyar népességet, ugye azt lehet mondani, kiirtották. Vagy azért, mert harcba szállt a törökkel, vagy azért, mert elvitte rabszolgának, vagy azért, mert ugye kizsákmányolta, és a adókat vezette rajta. Én vitába szálltam az egyik volt miniszterelnökkel, aki elkezdte mondani, hogy az országunk nagyjai, grófjaink és bárói, milyen nagyszerű emberek voltak. És akkor mondtam neki, hogy sorolja fel, mert én egy kezemen fel tudom sorolni, visszamenőleg évszázadokra, kik voltak azok a grófok, bárók, akik Magyarország miatt éltek és Magyarországot támogatták. Azt tudnunk kell, ugye, hogy a Habsburgok kineveztek ugye a magyar embereket is grófnak, bárónak, de a legtöbbet Németországból, Ausztriából, Olaszországból küldtek ide, csak aztán ugye egy pár évtized és a neveiket megváltoztatták, magyarrá tették. Na most, mivel a török kiirtotta Magyarországon a népet, a magyar népet, az 1692-ben, azt hiszem, jól emlékszem, Barbócai béke után, 10 000 szerb jött át a Dunán, a hős szerbek, ugye, és foglalták el Délvidéket. Kárpátokon túlról behívták a románokat. Ahogy Vas Albert mondta, az Erdélyben lévő az nem román, hanem olá. Az volt a román, aki ezek után átjött a Kárpátokról. Azt tudjuk, hogy most is baj volt velük, ugye Ceausescu alatt, az ottani oláok, azok mindig szitták a románokat, akik átjöttek. Na most ezek az emberek megművelték a földet a grófoknak, bároknak. Mit csináltak? Eladták a terményt, és elmentek Párizsba, meg Bécsbe elmulatni a pénzt. Nem fektették be Magyarországon. Úgyhogy ne beszéljünk a grófokról, bárókról, a nagyszerű emberekről. Itt kezdődött a Trianon. Utána, ha azt mondom, hogy 1848-ban a Braniszkói hágót Görgei csapata elfoglalta, és annak a csapatnak a 30%-a a Tóth-atya fiak voltak, a szlovákok, ahogy most ők magukat hívják. Na ez nem tetszett a császárnak. Ezért a velünk szemben mindig ellenséges cseheket felbíztatta, hogy próbálják meg ugye a tótokat maguk mellé állítani. Mert nekem családi hagyomány az én anyai nagyszülei felvidékiek. 1910 körül valahonnan megtudták, na ugye honnan a frázból tudhatták meg, hogy az én nagyszüleim onnan jöttek, és hol laknak Miskolcon. Cseh misszionáriusok keresték fel, és elmondták, hogy pénzt gyűjtenek Masaryknak, Benesnek, Párizsban. Hát a nagyapám kapta a nyeleslapátot, és majd fizetek én nektek mindjárt.
Utána bement a rendőrségre jelenteni, hogy mi történt. Hát kiröhögték. Kiröhögték. Ez Trianonnak az előszere. Az én nagyapám olasz fronton volt az első világháborúban tüzérként. 82 évesen halt meg, de mindig fájalta, amikor azt hallotta, hogy elvesztettük a háborút. Én ugye gyerek óta mindig kérdezgettem, és akkor azt mondta, hogy mondd meg fiam, Olaszország közepébe voltunk, akkor miért szenvedtünk mi vereséget? Hát én gyerek nem tudtam rá válaszolni, most már tudnék neki, hogy miért szenvedtünk mi vereséget. Elmesélte, hogy a határon, amikor teljes menet felszerelve jöttek haza, a határon géppuskával fogadták őket, hogy a fegyvert ott kell hagyni, csak az oldal fegyverrel lehet beszállni a vagonba, és lehet hazamenni. Ugye a Linder Béla, Károlynak a nagyhős honvédelmi minisztere azt mondta, hogy nem akarok katonát látni Magyarországon. Nem is látott, mert a fegyverek ott maradtak, a katonák zubbonyt ledobták, azt mentek haza. Károly még mai napig ebben az országban nem hazaáruló. És ez nagyon nagy baj. Semmiféle kormány nem akarja hazaárulóvá tenni, pedig ő elárulta nagyon is Magyarországot. Mert ha fegyveresen hazajönnek a katonáink, mint hogy Törökország megvédte a becsületét, magyarok is megvédték volna becsületüket. Tehát szőlőkaróval nem lehet harcolni felfegyverzett csapatok ellen. Még egyet szeretnék ehhez hozzátenni, hogy Kumbéláék ugye felállították a vörös hadsereget. Az nem kommunista volt, mint nagyon kevés volt benne. Hazaszerető magyar ember volt, aki valahogy fegyvert tudott szerezni, és megindultak a Felvidékre. Nem mindenki tudja, hogy Miskolcot a csehek elfoglalták 1919-ben. A mostani 26-os út, ami most vezet ugye Sajó-Szentpéter felé, az még nem volt meg. A régi út, a Drótgyár, a Besenyői út, az volt a főút. A diósgyőri munkások, mert csak a Miskolcnak az alsó részét tudták elfoglalni, ugye már itt fegyvergyár volt, és a diósgyőri munkás fegyverkezett, hogy átmennek itt a dombokon keresztül, a jelenlegi repülőtér felé, és ott elzárják a csehek elől az utat. A csehek fejvesztve menekültek, mert valahonnan kaptak valami hírt, hogy itten baj van. Eldobálták a fegyvereket, tényleg, ahogy csak hírt, a busz alattak, hogy ott szedték össze a fegyvereket, és így fel tudták fegyverezni Miskolcon a külön, hát vörös katonának nevezett, de most is mondom még egyszer, hogy nem kommunistákat, hanem magyar embereket. Az én nagyapám is Sajó-Szentpéterig ment, ott átadta is Sajó-Szentpéterinek a fegyverét, és az ment tovább valameddig. Emődön állomásodott a vörös hadsereg, akik ugye az tényleg be voltak sorozva, és azok katonák voltak. Azok mentek aztán a Felvidékre. Üzent nekik Franciaországból Clemenceau, akiről tudjuk, hogy szabadkeműves volt. De Kumbéláik is szabadkeművesek voltak. És Kumbéláik úgy gondolták, hogy a nagy szabadkőműves testvér üzen, hogy vonuljatok vissza, és meg fogunk benneteket hívni a tárgyalásra, a fegyverszüneti tárgyalásra meghívni. Hát bekapták a horgot,
visszavonultak, mert ott marad a vörös hadsereg, a cseheket elpáholják. Nem sikerült. Bejött, hazajöttek, és emlékezzünk Sopronra és Balassagyarmatra, ahol fegyverrel vívták ki, hogy ne legyen szlovák, csehszlovák állam, ezekből a városokból. A nagyapám mindig emlegette, hogy nagyon átvágtak bennünket, mert mi nem vesztes csatából jöttünk haza, nem győztes csatából. De hát akinek nincs fegyvere, az nem tud harcolni. Ezáltal román hatóság alá kerültünk, és ahogy a képviselő úr elmondta, Magyarország több száz millió aranykorona értéket vittek ki a románok. Míg a Nemzeti Múzeumunkat is ki akarták rabolni, akkor egy angol tábornok nem éppen arra jár. És kutyakorbáccsal verte a román katonákat ki onnan, és ezáltal a Magyar Múzeum, Nemzeti Múzeumunk megmaradt. Máskülönben azt is elhordják. Hogy ennek a következménye, ezek a fotók itt, amiket itt majd megnézhetnek, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján, Erdélyben. Majdnem 200 ezer magyar férfit 44-ben, 45-ben végeztek ki. A szerbek jelen pillanatban is azt mondják, hogy mi annyi magyar embert gyilkoltunk meg, mint ti 41-ben a hidegnapok alkalmával. Jó, 4000 szerbet végeztek ki, mivel hogy virágcsokorba helyezett pisztollyal lőtték a tisztjeinket le, meg megtámadták ugye a katonaságot, és ezért ugye megtizedelték egyes faluknak a férfi lakosságát. De ez nekünk nem igaz, hogy ők annyit. Van egy falu, úgy hívják, hogy Csurrok. A meghívóban annak az emlékművét tettük el. Azt a jelenlegi szerb vezetést csináltatta meg, azt az emlékművet, kint a határban. Falutól 2 kilométerre, 1 kilométerre. És van egy Szerbiában élő magyar közíró történész, Hatuska Márton, nem tévesztendő a Szilveszterrel össze. Ő a jugoszláv belháború után nagyon sok magyar nem akart harcolni, mert hát nem a mi háborunk volt az, amit ők csináltak. Elmenekültek, ezáltal ő kiment a háború befejezte után, és megpróbálta, kimenekült délvidékről a magyarok közül embereket keresni, hogy meséljenek már róla, hogy ők mit értek át. És az egyik elmondta, ő csurrogi volt. Csurrogon laktak, apját, nagyobb testvérét elvitték. Az a gyerek, aki betöltötte a 13 évet, az ment az apjával a kivégzésre. Az anyát elvitték Dél-Szerbiába, kisebb gyerekekkel, ezáltal mindenki oda veszett. És azt mondja, hogy az ő az egész falut odaadták szerveknek. Na most ők, mint két kisgyerek, ugye, mint rabszolgaként adták oda az egyik szervnek, aki nem úgy bánt velük, mint rabszolgával, szerette a gyerekeket és tanítatta őket. És két év múlva
47 tavaszán már perfekt beszéltek, azt mondja, szerbül, és egyszer megjelentek teherautók, gépek, önmunkagépek, és akkor maguk határában kezdtek ásni, és hát ők oda mentek gyerekek, szerb gyerekekkel közösen, és megkérdezték, hogy mit csináltok. És akkor elmondták, hogy a csontokat szedjük ki, vagyis a tömegsírból a csontokat kiszedték, és az engyárba küldjük el, a rabok elárulták, oda viszik a csontokat. Hát ezért lehet azt mondani, hogy mi csak annyit végeztünk ki, amennyit ti. Mert valószínűsíthető, hogy a többi közös sírokat így megbolygatták, elvitték, és nem lett belőle közös sír, nem lehet megtalálni. Egy párat megtalálunk, Szabadkán is több ezeren, majdnem 2000-en vannak felírva, de valamelyik nap hallottam a rádióban, még 50-et találtak. Megint 50 nevet, a család jelezte, hogy az ő rokona is valahol ott fekszenek. A szemétdombra vitték, rájuk varták a szemetet. Jelen pillanatban is a szomszéd a szemétdomban. Úgy gondoltuk ugye mi, vitézek, hogy hát menni kéne, vinni kéne, főleg Kárpátaljára, meg Délvidékre, könyvet, pénzt, ruhát, amit össze tudunk gyűjteni. Vidén is mentünk volna, nem tudtunk koronavírusra, de amit mire is lehet, fogunk menni. Nézzék meg a képeket, hát Lengyelországon ott szembe, velem szembe, hát lengyel barátainkhoz szoktunk kimenni, nemzeti ünnepükre, hát most nem tudtunk menni, mert nem is fogunk az idén se igen kimenni, november 12-én, 10-15-én, hogy majd jövőre megpróbáljuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm én is, hogy tiszta volt Isten, törzsgat után gyűlnek ezeket az emlékező, elgondolkodó szavakat, és azt gondolom, hogy a két nagy évű, sok gondolatot felvető beszéd után véltem jöhet most a magyar himnusz, Szoroshenko Dániel fog elő énekelni, és én azt kérem, hogy lehetőleg mindentől énekeljük vele együtt. Utána pedig természetesen majd megnézzük végre a képeket. A képek egyébként november 30-ig, 9 és 18 óra között megtekinthetők minden nap itt a művelődési házban. Isten áld meg a magyar, jó kedvelőséggel, nyújts segít a tanulságokat, és akkor most következik a szabad program képnézegetés.